feltételezem, hogy azért kezdtem el leginkább drogozni, mert én azt éreztem, hogy semmilyen hatással nem vagyok a környezetemre. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt az Arckép vasárnap esténként jelentkező portré műsorunk. Az előbbiekben látható felvételen napjaink egyik legnépszerűbb együttes a Vatfruttik zenélt. Az együttes énekesét, Likó Marcelt a zenekar próbatermében, Veszprémben látogattuk meg. Ő jön. Az igaz, hogy te játszottál Lagzigba? Igen. De ezt hogy kell elképzelni? Tehát játszottátok a 3+2-ös lágereit? Hogy miket játszottatok? Nem, ez úgy volt, hogy amíg még nem volt annyi saját dalunk, akkor azt próbáltuk feltölteni olyan számokkal, amiket mondjuk ismertünk, és hogy mit, amiket szerettünk akkoriban játszani, mondjuk ilyen grunge zenéket, ilyen Nirvana, meg Pearl Jam, meg ehhez hasonlók, de aztán rájöttünk arra, hogy igazából az emberek ezt annyira nem kedvelik, hogy ezt azok szeretik, akik szeretik a zenét. Úgyhogy elkezdtünk olyan zenéket játszani, amit az emberek szeretnek, és akkor jöttek az ilyen slágerek, az Ó-Afrika, meg a hasonlók, és hogy... aztán rájöttünk arra, hogy ezzel el lehet menni Lagziba is, és hát a Lagziba meg akkor így fel kell zárkózni, és akkor a kék a szem. Még át is szellemülsz, amikor ezt énekel. Hát van az a mennyiségű alkohol, bizony. Ittatok közben? Hát ezt máshogy szerintem nem lehet kibírni. Legalábbis vannak az embernek, akinek valami jó ízlése van, az bizonyosan nem bírja ki ezt józanul. De mi zavar benne téged például? Hát olyan zenét játszok, amit nem szeretek. Hát de te hallgattál régen ilyen tánczenét, nem? De a tánczene az más, tehát hogy az ugye az a korszak, az a fekete-fehér embereket hallunk, akik már nem élnek olyan hangszereken, amiket mostanában már nem nagyon szólaltatnak meg élőben, tehát mondjuk egy egész vonószenekar, meg ilyesmi, és akkor ilyen orgánummal kiállnak, és hogy abban nekem volt valami ez a, nem tudom, ez a letűnt korok megidézése. Meg hát ugye azt olyan szövegírók írták, akik mesterei voltak, úgymond a szövegírásnak. Nyilván én sem szerettem volna egyenlőségére tenni, de azért annak is, hogy azoknak a számoknak is megvan a szolíd bája. Tehát azon is lehet azért időnként nevetni. Én próbálkoztam ezzel, tehát hogy volt olyan, hogy meghívtak minket egy bálba játszani, és akkor csak ilyen számokat, hogy mit áprilisi tréfa volt, a te nagy szerelmed, meg tűzpiros virág volt minden csókunk, stb. Ezeket így játszottam, és jöttek oda, hogy valami gyorsabbat. És akkor elkezdtem valami gyorsabbat, rock'n'rollt, és mondták, hogy nem, valami gyorsabbat. Én akkor már tudom, hogy kék a szem. Hogy ez a valami gyorsabb, amikor ezt kérik. Lehet, hogy megsértődsz, de nekem, mikor ennek az információnak a nyomára bukkantam, hogy te szereted a régi tánczenét, nekem úgy tűnik, mintha egy-egy manírt, vagy egy-egy megoldást eloptál is volna tőlük. Hát volt egy olyan albumunk, a második, amit egy az egybe erre fűztünk fel, hogy régi tánczenei hangulatokat próbáltunk megidézni, teljes kudarc lett. De az előadásmódodban ez nem érhető tette? Olyan Szécsi Pálos, vagy Máté Péteres inkább, nem? Van benne valami... Nem tudom rá jelzőt. Rossz helyen kapizsgálod? Én nem tudom ezt kívülről megítélni. Gőzöm nincs, nem tudom, ez így bent van. Az biztos, hogy például ezekről az albumokról nagyon sok ének technikát megtanultam. Például az, hogy hogyan kell vibrátózni. Ugye. Végtelenség tudom csinálni. És ezt én Szécsi Pártól meg Máté Pétertől tanultad? Igen, persze. Persze, ezt így tőlük főként. Azért te nagyon tudatos
fiú vagy. Úgy tudom, hogy Lovasitól, Beg Zolitól, Géczi Jánostól rendszeresen kérsz tanácsot, és kértél is dalszövegírás címén. Uh-huh. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Elmész hozzájuk, és megmutatod a szövegeidet? De hát pontosan ez így igaz, ez így történik. Mondjuk, hogy nem tudom, volt, hogy a Zoliékkal sokat koncerteztünk együtt, és hogyha írtam éppen egy albumot, akkor vittem neki a dalszöveg. Zoli, nézd már meg szerinted. Hát ez jó, szerintem ezt így most cseréljük ki, nézd meg így. Ah, én ott megcserélném azt a rémet, közben megittunk egy pár pohár bort. Ez így jó lesz. Jó, köszönöm szépen. És ugye a Bandi a kiadónk, úgyhogy hozzá is szoktam így mászkálni, és akkor neki is így elmutogatom, hogy mit, hogyan. De ő sokkal megengedőbb. Tehát ő ilyen, nem tudom, lehet, hogy ez így jó, lehet, hogy nem, nem tudom. Ő ilyen, és akkor volt egy éjszakai egyetem, ahol meghívott minket János a zenekarra, és másnak megkérdeztem tőle, hogy érte valamit az irodalomhoz, mert én nem tudtam róla semmit, azt hittem, hogy valamit ott csinál az egyetem, amit tudom én, fénymásol vagy valami. És hát így mondta, hát valamennyit értek. És hogy elmehet, segítenél nekem ebben a dalszövegírásban, persze, és így utána néztem így az interneten, és láttam, hogy költő, meg József Attila díjas, meg 60-valahány könyvet, meg így más, én meg azt hittem, hogy szertáros, tudod, vagy valami rendezői szervező, mindegy. És így elmentem hozzá, és így mutattam neki, hát így ezt írtam, és így nézte, hát ez hülyeség, ezt nem így kell. Aztán ebből nagyon sok ilyen éjszakánk lett. Van benned valami maximalizmus, nem? Mert szerintem azért az elég szokatlan, hogy valaki ennyire szeretne tervszerűen jó lenni. Megírja a legtöbb, és akkor úgy gondolja, hogy ez rendben van, vagy nem. Rajongók végül is szeretik, vagy nem. Puha, hát én erre nagyon nehezen tudok csak válaszolni, mert hogy számomra ez a természetes. Legalábbis én így tudtam mindig is boldogulni, hogyha valami érdeket, akkor azzal foglalkoztam. De szerintem egy pék is így van vele, nem? Hogy nem tudom, hogy sütöm a kenyeret, és hogy tulajdonképpen, hogyha nekem ebből lesz pénzem, akkor megpróbálom úgy csinálni, hogy minél jobb legyen. Hogy akkor minél többen vásárolják meg. Hogyha valamiben más vagyok, akkor inkább az a környezet, amiben felnőttem. Tehát az, ami úgy érzem, hogy ami nekem így nagy lökést adott, vagy... Lökés milyen értelemben? Hát abban, hogy olyan legyek, amilyen én váltam. Tehát, hogy az azért sokkal erőteljesebben befolyásolt engem a tanulmányaimnál, én azt hiszem. Tudsz mondani erre egy plasztikus példát? Hát persze, ugye, hogy nekem egy csomó dalom ilyen apa-anya játszmákról szól. Vagy rengeteg dal szól mondjuk a lakótelepi hangulatokról igazából. Még itt az utolsó lemezen is volt a Tudom milyen, ugye, ami egy-egybe egész várpalotáról szól, hogy milyen az felszállni a buszra, és akkor végignézni azt, hogy minden leépül. Írtak róla egy könyvet, ennek a könyvnek az a címe, hogy Bunker rajzol. Ez egy nagyon erős és egy mellbevágóan őszinte könyv. Ugye úgy tartják, hogy aki mer gyenge lenni, az a legnagyobb erőssége egy embernek. Attól lesz mindinkább erős. Nagy tehertől szabadul meg az ember, amikor kiír magából egy ilyet, noha nem te írtad, hanem Géczi János? Ez úgy volt, hogy én nagyon nem is akartam ezt. Hát, hogy mi, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, egyáltalán ebből könyv legyen, vagy bármi, és ebből megíródjon, akkor az volt az első megállapodásunk Jánosra, hogy ebből nem lesz semmi, csak akkor, hogyha mind a ketten szeretnénk. És hogyha nem is lesz belőle semmi, legalább beszélgettünk egy jót. Úgyhogy mi így álltunk ennek az egésznek neki. És hogy ahogy így múltak így a napok, meg ugye egyre, nem tudom, több, nem is tudom hány száz órát beszéltünk, de nagyon sokat. És aztán így a végén, amikor így a vége felé tartottunk, akkor jutott eszembe, hogy hát ezt így miért lenne nehéz kimondani, hogy mi ebben a szégyelni való. Mert hogy én addig mindig nagyon szégyenkeztem amiatt, mondjuk, hogy én hogy nőttem fel, hogy nem tudom, az én apám ivott, meg hogy én mondjuk drogoztam, és hogy ezt így mind ilyen szomorú dolognak, nem is szomorú dolognak, hanem inkább ilyen titkolni valónak tartottam. De aztán rájöttem, hogy végül is így Jézuson meg Buddhán kívül azért kevés ember él bűnök nélkül, úgymond, úgyhogy miért ne lehetne ez. Gyerekkorodban például a barátaid előtt is szégyelted? Hát én ilyen környezetben nőttem fel, úgyhogy nekem ez volt a természetes. Tehát nekem minden barátomnak a faterja majdnem alkesz volt. Úgyhogy az volt inkább a furcsa, amikor láttam valakit így úgymond ilyen normális családi háttérre. Te mennyit fogtál föl abból, amit láttál, hogy ez veszélyes, ez okozhat sebeket, hogy ez nyomasztó? Hát, de sem ennyit.
Semennyit? Semmit. Mondom, körülöttünk mindenki, a váházban így éltek az emberek, de én úgy látom, hogy az egész lakótelepen mindenki így él. Tehát ugye ez tűnt példai, vagy mintaértékűnek. És persze én éreztem azt, hogy ez nem jó, tehát hogy gyerekként nem tudom este, amikor így azon gondolkodsz, hogy jó, akkor most összepakolod az összes ruhádat, és akkor megvárjuk, hogy fater hogy fog részegen hazajönni, és hogyha balhézik, akkor gyorsan kimenekülünk az ajtón. Ilyen sokszor volt? Sokszor. És hogy ez, persze én tudtam, hogy ez nem jó. Hogy ezen így jó lenne változtatni, de hogy így nem is volt rá lehetőség, úgyhogy egy kis gyerek szerintem ezt megszokja inkább. Próbáltál tenni ellene később, amikor már mondjuk felnőtt voltál? Persze, gyakran. De hát így nem lehet. Nem lehet? Nem. Szerintem az képtelenség. Azt az embernek így akarnia kell, hogy megváltozzon. Szóval hiába mondogatják neked, hogy ja, Istenem, ne csináld ezt, fogyjál le. Vagy mit tudom én, tedd le az italt, ne cigizzél többet, mert akkor mi lesz veled. És hát ugyanígy faternak is hiába mondogattuk, hogy ezt ne csinálja. Ő így... Neki kellett volna akarnia, azt gondolom. Te tudod, hogy ő miért ivott? Én megkérdeztem tőle, sokáig nem voltunk jóban, és hogy eltelt, nem tudom, néhány év, és akkor utána úgy éreztem, hogy jó lenne itt találkozni. És ugye elmentem hozzá, kitekertem Várpalotára biciklivel, mert annyira ideges voltam. Mindegy, odaértem, egy 40 percet mentem a bringával, hogy így kifárasszam magam, és akkor felmentem hozzá, és hogy megkérdeztem tőle, hogy apa, ezt miért csináltad ezt velünk, és hogy az volt a válasz, hogy nem tudom. Úgyhogy nem volt válasz, úgyhogy nem tudom, azt én meg levágtam a haját. Levágtad a haját? Mondta, hogy le kéne vágni a hajadat, fater. Békülés gyanánt. Hát most így miért legyek vele rosszban? Vagy nem éreztem azt, hogy annyira haragudnék rá emiatt. Inkább közel akartam hozzá kerülni. Az ember nem haragszik később, hogy megfosztották valamitől, hogy kapott sebeket, hogy szenvedéssel telt időnként az ő gyerekkora? Hogy ez békétlenségről szólt elsősorban? Nem, én azt gondolom, hogy én, mivel engem így úgy neveltek a szüleim már egy ilyen messiásnak. Hogy ezt hogy érted? Hát, hogy én egy ilyen megjavító leszek. Tehát meg fogod javítani az ő rossz kapcsolatukat? Pontosan, tehát én egész életemben így, vagy legalábbis egész gyerekkoromban ezt hallottam anyámtól, hogy majd, amikor te nagy leszel, akkor majd kisfiam, tudom én milyen jó lesz. Úgyhogy én mindig is egy ilyen messiásnak készültem. És hogy amikor már felnőtt voltam, akkor is azt éreztem, hogy nekem fateromat ki kell mentenem ebből a helyzetből. Hogy ő most mit tudom én, milyen kevés a pénze, meg beteg, és hogy akkor így segítsek neki. Úgyhogy ezt éreztem, azt nem, hogy annyira haragudnék. A harag az bennem átalakult inkább ilyen erős szorongássá valószínűleg. Legalábbis, hogyha meg akarom magamat fejteni, akkor ezt érzem. Milyen értelemben erős szorongása? Kivel szemben, vagy ki miatt? Hát ilyen általános, tudod, ilyen generalizált ilyen hangulatok. Hogy te szorongsz, úgy általában véve? Hogy így előfordul. Hát, vannak bizonyos helyzetek, amikor szorongok. Ugye az volt, hogy vége volt a fősülinak, és akkor én elég sokat drogoztam, és így rajta maradtam így egy ilyen pánik vonalon, úgymond, és akkor ez kitartott nekem elég sokáig, és akkor pszichiátria meg minden, és nem tudom, x évbe telt, amíg 8 vagy nem tudom hány év. Erről is majd beszélünk, igen. De hogy édesapáddal például mennyire sikerült tisztázni mindazt, ami a ti kibeszéletlen viszonyotoknak volt a lényege? Én úgy vélem, hogy amit lehetett, azt így kihoztuk a dologból. Tehát ebben ennyi volt. A könyvhöz például mit szólt? Én azt nem tudom, hogy olvastál. Tehát erről nem nekem... kérdezted meg? Nem. Én sose kérdeztem tőle. Nem merted? Lehet, hogy nem mertem. De tudom, nem akartam megbántani. Tehát úgy voltam vele, hogy már így... Most mit bántsam? Éppen rákos volt akkor, szóval így... Nem akartad megbántani, noha a könyvben azért kíméletlenül beszélsz a gyerekkorodról. Hát én csak azt mondtam, ami az igazság volt, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy ezt az emberek bizonyos dolgokat megtesznek, azért azt szerintem érdemes felvállalni annak a felelősségét, hogy ezt ők megtették. Én nem érzem azt, hogy ő ettől mondjuk így rosszabb ember lenne. Tehát én valahogy pont emiatt kerültem hozzá közel talán. A közelkerülés alatt mit kell érteni? Volt a közös programjaitok, bevonódtatok egymás életébe. Pontosan, tehát addig, amíg nem készült el a könyv, én nem tartottam vele kapcsolatot. És ahogy a könyvet írtuk, akkor én elkezdtem őt megkeresni. Tehát, hogy valahogy, ahogy ez így... Ahogy megéreztem ennek a sztorinak az egyetemességét, hogy tulajdonképpen nem csak velem történt ilyen, hanem így több százezer gyerekkel szerintem abban az időszakban. Onnantól fogva már nem is volt annyira különleges a dolog. És fölszabadított ez a könyv? Mert azt gondolom, hogy igen. Igen. Segített abban, hogy nekem könnyebb legyen. Meg, hogy átlássam tulajdonképpen azt, hogyha bizonyos dolgok miatt
mondjuk problémáim vannak, akkor azok vajon miből fakadhatnak. És könnyebb lett, úgy érzed? Tehát a szorongásaid már nem olyan erőteljesek, vagy ritkulnak? Ilyen értelme terápiaként? Figyelj, ez olyan, tudod, azt mondja a pszichológus, hogy az ilyen terápiák azok tulajdonképpen nem arra valóak, hogy a szorongásaid megszűnjenek, hanem arra valóak, hogy képes legyél elviselni. Úgyhogy igen, hogyha így átlátom, hogyha már tudom, hogy mi az, akkor így meg tudok vele birkózni. Azért az érdekes, hogy nem kérdezted meg, vagy nem merted megkérdezni, hogy mit gondol erről a könyvről. Nekem az első gondolatom az lett volna, amikor leteszek egy ilyen elég kegyetlen vagy kíméletlen önvallomást, hogy ez hogy csapódik le a két legfontosabb szereplő fejében. Hát én máshogy éreztem. Engem inkább, én inkább annak örültem, hogy egyáltalán megcsináltuk. És nekem onnantól fogva én úgy éreztem, hogy a könyvnek van egy ilyen saját élete, aztán az meg... Szólj nyugodtan, hogyha túl intimet kérdezek, de jól tudom, édesapád már nem él. Igen, igen. Sikerült úgy elbúcsúznatok, hogy békében? Igen, mi jóban voltunk. Tehát amikor utoljára például elmentem hozzá, akkor is így az volt, hogy így összeválogattam neki egy csomó zenét, amit szeret, és akkor így felraktam hogy a telefonomra, beültünk a kocsiba, és mondtam, gyere apa, menjünk kocsikázni. És majd elindítottam neki az omegákat, meg tudod ilyeneket, miket szeretnek az ilyen 60-asok. És akkor mentünk, hallgattuk a Fekete pillangót, Faterol meg éneket, meg nem tudom, aztán lementünk a gyógyszertárba a cuccokért. Jó apa, akkor még a maradék rák gyógyszert, akkor még bepakoljuk a kocsiba. Hogy így ez volt így az utolsó találkozásunk, azt hiszem. Ő hogy viszonyult a te életművedhez? Hogy elismerő volt? Hát figyelj, ez azért egy hosszú dolog, mert én 16 éves korom óta zenélek. Úgyhogy kezdetekben, amikor még a piázós korszakában volt, akkor így nem igazán szerette. Tehát az a könyvben is így van, az talán ez a sztori, hogy így megy a tévébe, először voltunk a tévébe a zenekarra, a Fatero meg így elkapcsolta. Voltak itt ilyen dolgok, aztán egy idő után meg így, nem tudom, így csak így befogadta. És hogy most így ugye pakoláztam össze így utána így a lakásba, és akkor láttam, hogy voltak ilyen kazettán, hogy ott van fel a Marcel. És akkor nem tudom, melyik albumunk. Meg én mindig mindegyik albumból így adtam neki. Úgyhogy tulajdonképpen, ja, azért is lehet, hogy a könyvet azért sem nagyon kérdeztem meg tőle, mert végülis a zené, a dalszövegőben ott volt már minden előtte. Tehát tulajdonképpen én már elmondtam mindent a szövegekkel. Tehát hogyha abból nem érti meg, akkor így azon már egy könyv sem segít. Egy lakótelepé pofozott ruszki lakkanya látszik a domb tetején. Lélegzetvétel nélkül futunk, gyerekek szaladnak, te meg én. Egy eldobott sörös dobozka csázik, pattog a patkanyom vonalán. Vadászképek gyakorlatoznak a fejünk felett szerda délután. Megállat minden második sarkon megbámulni, hogy mit alkotott. Szerelmes fiatal rá segítettek a hígító és a hormonok. Egyetlen érzés túlórázik a mellkasodban, és nem pihen. Elmagyaráznád, ki kiabálnád, nem bírsz a szóval. Tudom milyen, tudom milyen, tudom milyen, tudom milyen, tudom milyen, tudom milyen. Anyukád, ő hogy viszonyult a könyvhez? Jaj, anyám az. Nagyon sírt. Sírt? Nagyon sírt, hogy ő milyen rossz anya volt. De megint ez a sztori jött így elő belőle, ez a keresztre feszítés. De nem nehezte rád a könyvhez? Nem, de hogy ő így meg mártírkodta azért egy kicsit. Ő ugye lengyel. Igen. Származású. Benned nem tudom, hogy lehet-e tipizálni így nemzeteket, de benned például mennyi a lengyel? Hát ez a kromanyon C-típusú koponyám például, de szerintem olyan nagyon sok nincs. Ez a nagy érzés, ez a nagyon tudsz érezni, ilyen van? Igen, ez a nagy érzés, ez lehet, hogy onnan jönnek ezek a patetikus, hogy mit is mondtak egyszer ránk, hogy ilyen power chanson, amit csinálunk. Hogy ez a nagy belérzés, ez lehet, hogy így onnan van. De egy anyámon veszem észre leginkább egyébként ennek a érzékenységnek a jeleit. Te nagyon érzékeny vagy, ugye? Én nagyon rettentő módon. Az mit jelent a rettentő mód? Tehát mondj egy olyan példát, ami mondjuk egy átlagember számára szélső érték,
Tehát te számodra bizony komoly számottevő motívum érzékenység címszó alatt, vagyis hogy megsértődsz, vagy nehezen fogadsz be valamit. Hát például múltkor mentünk szombaton, a lányomat vittem az anyósomékhoz. És így mentünk így felfelé, és hogy éppen láttam, hogy a fickót csomagolnak el egy ilyen hullazsákba. És hogy a mai napig például ahányszor így elmegyek ott, akkor mindig ez a sztori jut eszembe, és hogy gondolkodtam is rajta, hogy hogy lehetne belőle dalt írni, és hogy ezt így vajon így, hogy annak a szürke nejlonfóliának a hullámai azok így hogy álltak. Úgyhogy így most is majd, hogyha megyek haza biciklivel, akkor biztos ez lesz, hogy megyek, és hogy ja, itt volt ez a fickó, és a közben megtudtam, hogy ki volt ő, hogy hogy halt meg, és hogy elkezdtem így ennek így utána járni, hogy így valahogy be tudjam tölteni annak az érzésnek. Van egy pikk, ugye, ennek az érzésnek egy ilyen pikkje, de hogy akartam mögé rendelni valamilyen tartalmat, hogy képes legyek így. Az miért kell? Azért, mert különben csak az a szorongás része marad meg belőle, a rossz. Így meg, hogyha van mögé rendelve egy tartalom, akkor így, akkor valahogy feldolgozhatóbb. De egy vadidegen ember elszállítása téged ilyen-milyen érint? Ezek szerint. A halál ténye volt, ami téged Isten igazából borzongásra készített, vagy mi? Szerintem az, hogy egyszer csak a jót van. Minden nap itt megyek a kocsival, és a Jézusom, ez meg meghalt, úristen. És akkor talán azért így elég sokat gondolkodtam el. Ugye nyilván apám is ugye nem olyan rég halt meg, és hogy ez most így, hát hogy valahogy ez így összekapcsolódott a fejemben, hogy emberek most így meghalnak, és ez vajon így hogy lehet. Bár így találtam ki jó dolgokat erre. Elmondod? Erre a halál témára. Ja, mert hogy engem anyám elég vallásosan nevelt, és szóval ott volt a fordulópont, a katolikus miséken van egy olyan rész, amikor hármat csengetnek. És azt hittem mindig, amikor hármat csengetnek, akkor lehet kérni az Istentől. És akkor mindig kértem, ó drága Istenem, menjünk Concordal Lengyelországba. Ó drága Istenem, hadd kapjak egy focilabdát. De mindegyik ilyen ó drága Istenben volt az, hogy jaj, apám többet ne ígyom. És hogy apám többet ne ígyon, és amikor x-szer kértem, akkor egyszer csak így csömöröm lett, és mondtam anyámnak az egyik nap, amikor megint akart vinni a templomba, hogy én nem megyek el többet a templomba, mert az Isten úgyse szeret minket, vagy nem segít, vagy akármi valami, és emlékszem, akkor nagyon megvert anyám, hogy benne van a sátán. És valahogy azóta nekem a katolikus egyház... Meg az konkrétan ez volt az érv, amikor megvertek, hogy benned van a sátán? Ja, igen, de hogy ő ezt úgy képzelte, azért azt is hozzá kell tenni, tehát anyámat, hogy olyan szinten kikészítette fatarom, hogy ő már csak ilyen izéből volt, hogy így nem... Tehát az abilissá vált? Igen, igen, hogy nem igazán tudott így funkcionálni, vagy így gondolkodni. És persze utána bocsánatot kért meg minden, de hogyha a férjed egész héten így részegen jön haza, és késekkel fenyeget, akkor nem biztos. Meg igenis volt? Igen. Mi nem olvastad a könyvet? Olvastam, csak nem mindenki olvasta, aki néz minket. Értem, jó, oké, csapó. Igen, szóval a késes fenyegetések után azért előfordul, hogy az ember így lelkileg azért így megadja magát. Na és hogy... És utána nekem ez az egész katolikus egyház, meg ezek az egyházi sztorik inkább így úgy csapódtak le, hogy van egy Isten, aki tulajdonképpen nem is szeret. Mert hogy mit kell csinálni, állandóan könyörögni kell neki, nem, hogy ó drága Istenem, ne süssék meg mikrohullámon, meg én milyen nagyon rossz voltam, vagy azt valahogy én sose éreztem meg, hogy az Isten az jó is lehet. És hát, hogy előjöttek ezek a dolgok aztán később, amikor voltak ezek a nagy szorongásaim, és akkor sokat beszéltem akkor pszichológussal erről az Isten hitről, hogy mi, hogyan, és hát mondtam, hogy hát én azért annyira ezt így nem... De nem vagyok biztos ebben a sztoriban, ebben a nagy szakállú istenes dologban, és hogy milyen lehetőségek vannak arra még, hogy így felfogjuk a saját létezésünket. És hogy nagyon tetszik nekem az a teória, ami szerint ez az egész egy lehetőség. Tehát az, hogy most te itt ülsz, vagy én itt tudok, és ez egy lehetőség a mi életünk arra, hogy tulajdonképpen úgy éljünk, ami minket teljessé tesz, vagy boldoggá tesz, és nem ilyen kifordított dogmák szerint, hanem így az szerint, hogy neked így mi a jó. És így innentől fogva meg nekem ez így valahogy így, hogy arra gondolok, hogy apám is meghalt, akkor így gondoltam, hát akkor ő neki ez volt a jó, nem? Vagy kihozta az életéből azt, amit így tudott. És hogy végülis miért kéne annyira sajnálnom ezt, hogy már nem használja ezt a testet, vagy érted? És milyen lehetőségeink vannak, nem? Egy az, hogy vagy eljutsz valami túlvilági, nem tudom hova, a másik meg az olyan, mint amikor alszol álom nélkül. Szóval én ezt a kettőt tudom elképzelni, és egyik sem tűnik annyira rossznak. Ugye van ez a Csillogás című dokumentumfilm, nem tudom, és azt hiszem, mindegy, Nádas Péter beszél benne, van neki ez a könyve, amikor ő meghalt. Igen. És saját halál, azt hiszem, igen, igen. Pontosan, és hogy ott beszél erről a hangulatról, hogy amikor ő meghalt, akkor milyen fajta egyetemességet érzett.
És ugye ez egy, azért ez egy jó dolog, csak én azért nem hiszek annyira ebben, mert amikor meghal az ember, akkor egy ilyen DMT nevű vegyület szabadul fel a fejében, amit aztán használnak drogosok is, és hogy ők ugyanerről az egyetemességről számolnak be a szer használata közben, úgyhogy itt nekem egy kicsit így kilóg a lóláb, de nagyon szeretnék ilyenekbe hinni. Vagy akkor eljutok, mint a Jodie Foster a kapcsolatba. Azon gondolkodtam, hogy szerinted te miért nem hiszel? Hát én nem láttam rá soha semmilyen bizonyítékot, hogy ez így működne. Tehát én azt láttam csak, hogy anyám egy ilyen hithű katolikus, aki nap mint nap jár a templomba, és nincs semmi bűne, és mégis hogy szenved. Hát milyen Isten szenvedteti az embereket? Szóval nekem mondhatják azt ilyenkor, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek, stb., de nekem ez ilyen bullshit. Ez így, mi ez? Szerinted, ha neked harmonikus a gyerekkorod, akkor szerinted te zenélnél? Nem hiszem. Lehet, hogy ügyvéd lennék. Ügyvéd? Aha, vagy valamilyen teljesen én polgári foglalkozásom. És szeretnél most te ügyvéd lenni? Persze. Becserélnéd azt, ami most van, egy ügyvédi praxisért? Simán. Szerintem nem az a fontos, hogy mit csinálok. Nekem mondjuk egy kicsit más. Tehát, hogy én mondjuk így, ahogy ezt a teóriámat az előbb előadtam arról, hogy a jó, meg a hogy mi a számunkra a jó, meg a létezésnek egy ilyen fajta felfogása szerint, végül is lehetnék ügyvéd, csak szeressem csinálni. A flow, tudod, ilyen... Igen. Csak úgy furcsállom, hogy valaki, aki sikeres a pályáján, ünnepelt, azt gondolom, hogy már el is jutott arra a szintre, amikor már elhiheti azt, hogy ez jó, mert tudom, hogy azért neked sokáig voltak ilyesfajta kétségeid, hogy jó ez, elég jó vagyok-e, hogy akkor úgy hátradől egy picit, és azt mondja, hogy megérkeztem, ez jó, ezt csinálom, ezt nem cserélném, mert ezt élvezem. Nem? Persze, én élvezem, de hogyha lehetne cserélni, és a gyerekkoromat arra cserélni, egy nyugodt, kiegyensúlyozott családi idére, ahol a Benji kutyával futunk le, és nutellás kenyeret eszünk, akkor inkább arra cserélném azért, mint a menekülésekre. Tudnál te ilyen klasszikus polgári foglalkozást végezni a te szabadságigényeddel? Azt neked nem tudom megmondani, ugye, mert... Vagy, tehát, hogy ezzel a gyerekkorral nem tudom, hogy... Mert én aztán zenéltem. De hogyha kéne, biztos, nem tudom, el tudnék dolgozni kertészetbe, vagy trágyázni, vagy mit tudom én valami. Ilyesmire tudom magamat így elképzelni. Ma ugye a másik életemmel, ami meg így nem volt, azzal meg aztán meg pláne nem tudom, mit csinálnék. Hogyha kicsit átgondolom ezt a kérdést, akkor talán az jobban állna nekem, hogyha nem lenne főnököm. Nehezen viselsz el ilyesfajta hierarchizált történetet? Elviselom a hierarchiát, de csak akkor, hogyha indokolt. Tehát, hogy aki nekem, aki az én főnököm, és hogy annak észérvei vannak, azzal kapcsolatosan, tehát, hogy valószínűleg, hogy nem lennék jó közszolga. Na most, ha abból indulunk ki, hogy ez a békétlen, nevezük békétlen gyerekkor, ennyire rányomta a bélyegét a te dalszövegírói pályafutásodra, mert azért ez tetten érhető. Hmm? Akkor mondjuk az, hogy apa lettél, az mennyire nyomja rá a bélyegét? Mennyire nyakon csíphető? Most jól. Tehát most írtam néhány olyan dalt, ami csak erről szól, erről a témáról. Meg hát ugye fontos az, szerintem minden alkotó számára, hogy kilépjen így a komfortzónájából. Tehát nem lehet, én nem énekeltek folyton késfenésekről, meg panelházakról, hanem valami másról is. Úgyhogy én most éppen próbálkozom, és az előbb említettem ezt a flow-t, és hogy a zenét is most például egy ilyen Csíkszentmihályi hangulatba próbáljuk megterelni. Igazából nincsenek is olyan klasszikus részei egy adott dalnak mostanában, amiket írunk, amiket eddig megszoktak az emberek, hanem inkább egyfajta, egy ilyen fluid hangulatot hoz, de hát ezt majd inkább hallgatva, mert ez olyan, mint a festészetről beszélgetni. Mégis magyarázzál egy picit, érzelmesebb lettél, derűsebb, árnyaltabbak a szeretet megfogalmazásai? Most mondjuk a szeretetről énekelek, vagy próbálok arról. Már azt mondták a többiek, hogy ezek a dalok sem vidámak, szerintük, de én úgy érzem, hogy hozzám, vagy magamhoz képest egész vidám vagyok. És mondd, amikor az ember ilyesfajta apaképet lát maga előtt, akkor nyilván ahhoz képest próbál valamilyen apa lenni. Neked van egy ilyen saját magad számára felépített apakép, aminek te meg akarsz felelni? Akár csak olyan értelemben is, hogy ne csináld.
Hát biztos azt tudom, hogy hogyan nem kell. De ugye erre szoktam azt mondani, hogy én nem azokat a hibákat fogom elkövetni, amit anyámék, vagy anyám, vagy apám, én másfajta hibákat fogok elkövetni. Úgyhogy még nagyon érdekes, hogy ott van az unokatestvérem, aki totál ugyanilyen helyzetben nőtt fel, és őt például látom, neki már idősebbek a lányai, és hogy náluk ilyen nagyon nagy ilyen kvelle katalógus hangulat van. Hogy nagyon szeretik egymást, hogy szépen egyben van a család, és hogy valahogy nálunk is ez történik meg. Hogy valószínű, hogy így kompenzálunk, de nem vesszük észre. Ja, akkor megvan az a veszély, hogy túl kompenzálja az ember, nem? Hát nem tudom, hogy lehet túl jó apa valaki. Azt majd mondd el. Nem tudom, hát nekem még nincs gyerekem. Ja. Szóval, hogy minden olyan barátom van, aki ebben ilyen hangulatok között nőtt fel, mint én náluk azt látom, hogy a család ez egy csodálatos módon működik. Tehát annyira helyén vannak a dolgok, hogy mindenki. Erre te is ügyeltél, ugye? Jól tudom, hogy már 10 éve vagytok együtt a pároddal, van kutya, ház, szóval olyan vele katalógus szerű az egész. Igen, mert előtte 6 évig laktunk egy garzonba, úgyhogy ott annyira nem lehetett ezt így kiélni. Csak aztán most, amikor kiköltöztünk falura, itt most már így ilyen eternikus. Ha már a párodat említed, beszéljünk egy kicsit a nőkről, mert elmélyülve a te életművedben, nekem úgy tűnik, hogy egész nyugodtan, úgy tűnik, hogy hát nagyon fontos szerepet játszanak a te életedben. Az is kijelenthető, hogy tulajdonképpen, ha nem érdekeltek volna ennyire a csajok, akkor te nem is a zenészlétet választod? Tehát, hogy ezzel könnyebben lehet csajozni, nem? Igen, ez így igaz. Azért is kezdtem el gitározni annak idején, hogy keresztapámnál lógott a falon apámnak a régi gitárja, és akkor elmentem hozzá, elkértem azt a gitárt. Nagyon jó volt, mert emlékszem, hogy faterral így megragasztottuk, és akkor utána mondta, hogy akkor ezt még lecsiszoljuk. És akkor 18 éve csiszoljuk azt a gitárt. Jó, soha nem készültem. Igen. De mindegy, azon tanultam gitározni. Nem kell egy gitárnak, nem tudom, szép lakkozás ahhoz, hogy lehessen rajta zenélni. Úgyhogy ja, hogy ez kezdetekben biztos így arról szólt, hogy így csajozni akarok, de valószínűleg ugyanannyira voltam szerelmes a zenélésbe is. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen kis poén csak. Hát azért annál talán több, majdnem minden nyilatkozatban előkerül ez a téma. Egyszer azt mondtad, hogy úgy nevelkedtem, hogy minden imádott nő tudja, hogy imádva van. A kedvenc versed Peti Györgytől, hogy eljussak a napsütötte sávig, ami ugye most elolvasva, bekenni margarinnal a nő nemi szervét, és akkor ott egyesülnek a pincébe, egymásré lesznek. Ha jól tudom, a zenekar csatakiáltása az a pina. Tehát annyira egy irányba mutat ez a történet számomra, szóval te nagyon szereted a nőket. Ja, hát valószínűleg ez azért van, mert hogy sokkal közelebb álltam anyámhoz, mint apámhoz. Én nem tudom, most próbálom magam megfejteni egy ilyen pszichológusi szemmel, hogy ez így vajon így miért alakulhatott így, de én nekem ez volt ugye természetes, hogy körülöttem minden pasi így erről szólt, nem tudom. Olyan osztályban jártam, ahol 32 fiú járt, szóval hogy nem volt koedukáció, nem lehetett levezetni ezeket a dolgokat így osztályon belül, hanem ott ez csak így topzódott folyamatosan. És az a fiú voltál, vagy az a fajta zenész voltál, aki vissza is élt ezekkel a lehetőségekkel, vagy monogám típus? Hát amikor kapcsolatban voltam, akkor abban a kapcsolatban voltam, hogyha nem, akkor meg rockstar. Rockstar? Ezzel úgy értél? Hát figyelj, mondom, én 16 éves korom óta zenélek, tehát hogy engem a tulajdonképpen csomószor színpadon láttak a nők, tehát nem tagadhattam le, nem mondhattam már, hogy hello, én fagylaltot árulok, mert nem igaz. Tehát érted, én ott énekelek egy zenekar, énekel egy zenekarba, érted? És akkor onnantól fogva meg már tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogy hogy nézel ki. Tök mindegy? Hát persze. Nézd rá a magyar rockstárokra. Tehát, nem tudom, nem vagyunk éppen ilyen Playboy kompatibilisek, azt hiszem. Hát te voltál egyszer az év Playboy férfiára jelölve, nem? Igen, de nem nyertem meg. Ki nyert abban az évben? Hát, Fluor Tomi talán. De ez hát idén akkor. Volt. Ez idén volt? Az hogy fogadtad? Hát azért az ellentmond annak, mint amiről most idáig igen, beszéltünk. De hogy én azt gondolom, hogy nem a külsőségek miatt lettem jelölve, legalábbis, hogy aki jelölt, az probléma lett a látásával. Szóval, hogy én azt gondoltam, hogy valószínűleg a könyv miatt, meg hogy a könyvből most színdarab lesz, és hogy... Ezt nem tudtam. Színdarab lesz a könyvből? Igen. Ezt nem tudtam. Bizony. Hol lesz bemutatva? Hát itt a Veszprémi Pannonvár Színház készíti el. Ez is így úgy történt, hogy az egyik srác, aki itt színész, az Ervin, ő várpalotai, és ismertem már régről. És akkor, amikor kijött a könyv, akkor olvasta, és mondta, hogy hú, Marci, ez nagyon jó, ezt milyen jó lenne megcsinálni színházban. Hát mondom, jó, oké. És egyszer csak felhívott a színház igazgatója, Vándorfi Laci, és akkor mondta, hogy hát mit szólnánk ahhoz, hogyha ők feldolgoznák ezt az egészet. És mondtam, hogy jó, hát
Azért ez elég megtisztelő. Nem csak megtisztelő, de szerintem felkavaró is lesz. Látni a te életedet megjelenni a színpadon. Valaki majd téged alakít, és ugyanezt próbálja majd interpretálni, amit te Alakítanak egyszerre. Hárman fognak egyszer, ugye korszakonként. Igen, hát nem is korszakonként, van, hogy összekeverve egy ilyen. Mert azt beszéltük Lacival, hogy minél extrémebb, meg minél artisztikusabb legyen, vagy legalábbis nekem ugye ez volt így a fontos. Az egész hogy ne legyen beszorítva bizonyos keretek közé. Izgalommal várod, vagy félelemmel? Most az olvasás éjszakájára meghívtak minket. Pénteken ugye a Tököli börtönben voltunk beszélgetni. Szombaton pedig az olvasás éjszakáján voltunk Jánossal, és Lacival, és három énnel. Három Marcival, és akkor ott előadtak már egy dalt. Már őt elénekelt. Felkavaró volt? Jó volt, azt figyeltem, hogy majd mit kell megtanítanom még nekik. Jó, hogy marcisak legyenek? Hát igen, hogy azért vannak itt ilyen szakmai dolgok, vagy ilyen technikai dolgok, amiket... Jó, inkább zenészként, tehát előadóként. Anyukádat elviszed majd azért megmutatni? Persze. Persze, meg azt gondoltam, hogy lányom ott így leültettem, van az ölem, és akkor mondom, nézd, az ott az apa. Mind a három. Beszéljünk. Egy fél mondat erég már érintetted, hogy azért te megmerítkeztél a drogba is. Ez mennyire járt azzal a veszéllyel, hogy te erre rámegy, vagyis hogy meghalj? Nem, szerintem azzal nem járt. Nem? Én azt nem láttam veszélynek, inkább az, hogy rajta maradok. Tehát ugye az emberek azok nem azért drogoznak, mert rossz, hanem pont azért, mert nem akarnak inni. Ugye, és iszol, és úristen, másnapos leszek. És elszív egy füves cigit, és nem leszel másnapos. Elszívott is, hogy ha, milyen jó. Milyen jó zene. Milyen jó enni majonéz csokoládéval. Milyen jó hülye filmeket nézni a tévébe. Stb. És akkor kipróbáld ezt az LSD-t. Látom a végtelent, stb. És egy csomó impulzust kapsz, olyan impulzusokat kapsz, amit egyébként nem lehet. De én feltételezem, hogy azért kezdtem el leginkább drogozni, mert én azt éreztem, hogy semmilyen hatással nem vagyok a környezetemre. Ezt hogy érted? Hát, hogy a sorsomat azt nem én irányítom, hanem én predesztinálva vagyok már valamire. Erre bemegyek a spárba, megveszem a zsömlét, húzdek a parizer, fél liter tej, és ilyen főként ilyen elképesztő nagy unalmat éreztem, de azt is, hogy én ebből a mókuskerékből soha életemben nem fogok kiszállni. Ez kvázi egy menekülés. Hát mondhatjuk azt is, de mondhatjuk azt is, hogy azt én irányítottam legalább. Elképzeltem azt, hogy nem tudom, most 20 évig éltem ebben a tudatállapotban, most 20 évig élek egy másikba. És hát nekem ez az eleinte óriási flash volt. Hát én ezt imádtam csinálni. Mi mindenre jöttél rá ennek köszönhetően? Hát, hogy mi az a végtelen például. Láttam magamat kívülről. Az olyan egy LSD, hogy beszedsz egy bélyeget, és hogy körülbelül legyen egy másfél hónapnyi élményanyagot élsz át egy néhány óra alatt. Egy trip alatt, ugye? Egy trip alatt, feltekerve a kontraszt. Sokkal gyorsabban tudsz gondolkodni. Hát ugye azért ezt nehéz szavakba foglalni. Ezt így, hát aki nem tapasztalja meg, annak így hiába mondom, mert drugs are bad, you know. Szóval, hogy meddig tartott ez nálad? Azt hiszem, hogy három vagy négy. Melyik volt mondjuk a legkétségbejtőbb momentum a mindennek? Tehát amikor... Nem a drogozás volt a legkétségbejtőbb, inkább az, amikor úgy maradtam. Tehát, hogy vége volt, egyre inkább azt éreztem, ahogy drogozom, hogy minél... Tehát már tulajdonképpen elszívtam egy spanglit, és már attól is így rosszul éreztem magam. Tehát így szorongtam, meg paráztam. És az volt igazán kétségbejtő, pont jött az államvizsga, leállamvizsgáztam, és kijöttem, és ugyanannyira izgultam, mint előtte. És hogy ez így megmaradt. És akkor ez társult az, hogy nem tudtam aludni, és akkor egyre így szélesedett így az egész. És minden rossz, ami ezen így összeérjött, és a végén már én nem láttam színeket. Tehát effektíven nem láttál színeket? Fekete-fehérben láttál? Ilyen monokrom volt már így minden. Mire eljutottam a pszichiátriára, és akkor így mondták, hogy nekem pszichikai problémám van. Ja. És akkor elkezdtek adogatni mindenféle bogyókat. Azért te nem álltál meg az LSD-nél. Most itt kiírogattam párat a könyvből. Szerecsendió, fű, meszkalin, LSD, amfetamin, speed, ecstasy, Habpatron? Van olyan? Habpatron, nagyon jó. Gomba, angyaltrombita, azt se tudom, micsoda. Akkor kenderből sütött zöld kenyér. Szóval azért, hogy végigmentél a repertoáron. Hát persze, én kísérletező típus vagyok. Hát érdekeltek ezek a dolgok, meg hogy mihez lehet így hozzájutni. Tehát van néhány barátom, akik még így a mai napig tolják, és akkor említettem az elején ezt a DMT-t, ezt is tőlük tudom. Igen. De viszont, ha az ember
emellett alkot, akkor fölmerül az a kérdés, hogy jobb vagy rosszabb szövegíró lesz-e mindezek hatására? Én nem tudom, mert amikor drogokat használtam, akkor én még nem írtam olyan zenéket, vagy olyan dalszövegeket, amik aztán ismerté váltak. Úgyhogy én még akkor csak így írogattam bármit, és hogy én tulajdonképpen szerintem nem a drogok hatására kezdtem el úgymond saját magammal, vagy egy irányba, az én lelkületemmel egy irányba mutató dalszövegeket írni, hanem éppen annak a hatására, hogy felszabadultak bennem ezek a szorongások. És valahonnan onnantól kezdve lettem inkább önmagam. Vagy ott jöttem szembe saját magammal. Nem tudom, még addig mondjuk írtam egy dalt a vízállás jelentésről. Most tényleg írtál egyet? Igen, utána pedig megírtam a Nekem senkim sincsen, szóval azért az más. Más a fajsúly. Tulajdonképpen oda lyukadunk ki, hogyha nincs ez a, nem tudom minek nevezzem, nagy utazás, vagy pokoljárás, vagy mennyország turiszt, nem tudom minek nevezzük, akkor nincs is ez a sikerszéria a Vadfruttik esetében? Én nem hiszem. Tehát hogy ez lehet, hogy egyébként is bekövetkezett volna egy idő után egy ilyen törés az életembe, hogy egyszer csak így előjönnek ezek a gyerekkorból visszamaradt fájdalmak, vagy nem tudom minek nevezzem ezt. Szerinted ezeket neked sikerült feldolgozni? Tehát ezzel a drogos utazással, a szembenézéssel most már valamennyire szinkronban vagy saját magaddal? Figyelj, eleinte nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy én nem tudtam, hogy mi a bajom. Tehát nem tudtam azt, hogy mondjuk én rosszul vagyok, és kapkodom a levegőt, és szúr a szívem, stb., hogy ez így miért van. Ez így miből fakadt. Most már tudom. Tehát, hogyha ugye ezt az oldalát nézzük, akkor igen. De én nem tudom, hogy ez mennyi, hogy egyáltalán ilyen dolgokat fel lehet-e maximálisan dolgozni. Szerintem nem lehet elfelejteni, hogyha így idealizálni szeretném magam. Régen mindig azt hittem, hogy feldolgozni valamit, az azt jelenti, hogy aztán már el is felejted, és akkor az már nincs. De hát ugye ezek valószínűleg egész életemben meg fognak maradni. Valamelyik nagymamát szokta azt mondani, hogy a múltunk meghatároz minket, de nem lehet teher. Igen. Szerinted ez letehető? Ez a teher? Persze. Persze, hogy az előbb is mondtam. Tehát, hogy az, hogy elfelejteni sose fogom, de hogy nem fog már kínozni. Azon gondolkodtam, hogy mindaz, amint te keresztül mentél, az, hogy neked sikerült odajutnod, ahova sikerült, és szerintem nagyon keveseknek sikerül mindez, feldolgozni, tovább lépni, és ezt transformálni valami sikerré. Azt szerintem mi múlott, hogy neked sikerült? Mert hogy oly sok sorstársad, kortársad, osztálytársad, gyerekkori pajtársad, az nem biztos, hogy ezt fel tudja mutatni. Hát nekem volt mindig egy ilyen mantrám, amit mondogattam magamban, és az volt, hogy holnap egy kicsit jobb lesz. Holnap egy kicsit jobb lesz? Kvázi treníroztad magad a remény irányába? Igen. Hát én ezt gondoltam mindig magamban, hogy holnap egy kicsit jobb lesz, és igaz is. Igaz? Aha, holnap egy kicsit jobb lesz. Tehát, hogyha most nagyon rosszul is érzem magam, de így higgyem el magamnak, hogy holnap egy kicsit jobb lesz, és mindig jobb lett egy kicsit. Tehát, hogyha akarom, hogy jobb legyen, hogyha úgy akarom alakítani az életemet, akkor úgy fog alakulni. Ha azt kérdezem tőled, hogy Likó Marcell egy irigylésre méltó embere összességében, akkor mit válaszolnál? Nem az. Ezt most komolyan mondod? Nem, mondom, én szívesebben lennék ügyvéd. Tehát én jobban meglennék egy ilyen kis polgári karrierre, hogyha egy szép rendezett aggyal, nem ilyen kényszeres, hogy ezt most meg fogom érni, meg a hullazsák, meg a nem tudom, és megyek vissza fel a bicikli, és ez fog az eszembe jutni, és a hajnali 3-kor felkelek, és így nekiállok. Szerintem azért sokan lennének a helyedben. Biztos mindenki a másik helyébe akar lenni. Ez jó, hát én is szívesen lennék a te helyedben, nem tudom, biztos mindenki szívesen kipróbálná egy-két hétig a másik bőrében. Szerintem minden jó úgy, ahogy van. Örülök, hogy láttunk. Köszönöm. Ez volt Likó Marcell arcképe, tartsanak velünk a jövő héten is, mi akkor is itt leszünk. Addig is minden jót, vigyázzanak magukra!